A gépjárműveket a tél beállta előtt ajánlatos alaposan átnézhetni, a nyári gumikat lecseréltetni. Fordítsanak különös figyelmet a gumiabroncsok levegő nyomására, amelynek általában 0,2 bárral többnek kell lennie, mint az azonos méretű nyáriakénak. Elengedhetetlen az akkumulátor, a világítás és a fékrendszer ellenőrzése. Esőben, hóban, ködben a járművezető által belátott távolság csökken. Az autók körvonalai elmosódhatnak, a valóságosnál távolabbinak tűnhetnek. A közlekedő gépkocsik távolságát sokan túl, sebességét viszont alulbecsülik. A szántóföldek környezetében számolni kell azzal is, hogy a mezőgazdasági gépek által felhordott sár csúszóssá teheti az utakat. Tisztában kell lenni azzal, hogy az autó stabilitása egy csúszós útszakaszra való ráfutáskor váratlanul megváltozik. Ebben az esetben minden hirtelen mozdulat a kormányon, féken, gázon balesethez vezethet, ezért gázlevétellel és motorfékkel kell csökkenteni a sebességet. Ezek mellett a gépkocsival történő közlekedés fontos kelléke a jól működő ablaktörlő, a megfelelő ablakmosó folyadék vagy a páramentesítő. A kerékpárosok feltétlenül ellenőrizzék a jármű előírásszerű felszereltségét. A kerékpárok nélkülözhetetlen kellékei a láthatóság érdekében az első és hátsó lámpák, a küllő prizma és a piros színű hátsó prizma, hiszen hamarabb köszönt be a szürkület, illetve egyre később kel fel a nap. A láthatósági mellény és a világosabb öltözet viselése is nagyban hozzájárul a biztonságukhoz. A téli időszakban a gyalogosoknak is célszerű változtatni a közlekedési szokásaikon. Az úttestre való lelépés előtt alaposan körül kell nézni, és figyelembe kell venni azt a körülményt, hogy a csapadéktól csúszósá váló úton a járművek fékútja is jelentősen megnövekedhet.